Von mentőrúgy. Rúgy, nem tudok beszélni. Sziasztok emberek, én Lő vagyok, és ez egy új videó lesz, és ismét itt vagyunk a pixelek között, és megint csak egyedül vagyok, sajnálatos módon, de nem is baj, hogy tájékoztassalak titeket, srácok, ma dél felé elmegyek, és hogy tudjátok, hogy majd nem lesz egy ideig videó, legalább 3-4 napig nem lesz, mert nem leszek itthon. Szóval, akkor vágjunk is bele a videó lényegébe. Arról szeretnék nektek beszélni, srácok, hogy ez a videó egy szerver bemutató, és a címéből is látszik valószínűleg. És szerintem kitaláltátok már előre, hogy ez az én szerverem, és ez a False Gaming szervere. Hogyha valaki kérdezné, miért False Gaming? Először is Loadcraft volt, de ezt okok miatt átneveztük, ami titkos, az összes ember, aki nekem segít a szerveren, és ilyenek az mind tudja, meg a legjobb barátok is tudják, hogy ez miért van. De ha nem gásrácok, én ezt most nem osztanám meg veletek, mert nem annyira jó hír. Na mindegy, vágjunk is bele, akkor bemutatom a szervert. Először is csak nézzük meg a mapot. Oké, srácok, szerintem láttátok a map nagyját. Hát nem volt egy nagy cucc megépíteni, tehát azért küzdöttünk vele rendesen, egy jó 2-3 nap volt, de mondjuk nem is egész nap előtt ültünk a gép előtt, szóval inkább azt mondom, hogy nem több mint 24 óra. De azért sok idő volt. Ez a kis Loadcraft logo, amit itt láthattak, később készült, de elég örülök neki, az egyik staffom építette, aki már nincs itt a szerveren, de örökké itt marad az emléke. Na jó van, srácok, akkor folytassuk is, nézzük, hogy mi van a szerveren. Egyelőre 2 dolog van, de az egyik hibásan működik, szóval fogjuk rá, hogy mondjuk 1 dolog van. És ez, amit most mutattam be, jól kitaláltátok, srácok, aki kitalálta, vagy találgatott, ez az OP Skype PvP. És hogy miért OP, ha valaki nem tudja, hogy miért? Azért, mert nem sima cuccokkal jársz, amikor belépsz a szerverre, alapból kapsz egy ilyen gyémánt felszerelést, meg egy gyémánt kardot, meg ilyeneket. Szóval ezért OP Skype PvP. A másik része a szerveren, nem tudok beszélni sem már, mert egy olyan, hát egy 2 óra múlva megyek el, szóval ez így most egy 4 napig tuti az utolsó vidi, kicsit várni kell majd, sajnálom. Ez a jail, mondta az egyik staffom, hogy aztán csinált egy jailt, egy börtönt, hogy úgy mondjam. És jól néz ki. Azt hiszem ez a börtön. Helyébe kerültél? Aha, ja, ez az a börtön, amit csinált, hogyha ki tudok jutni, jó? Oké, szóval, akkor beszéljünk tovább erről a pluginos dologról. Van mentőrúgy. Rúgy, nem tudok beszélni, srácok, bocsássatok meg, de hullafáradt vagyok, nemrég keltem fel. Na mindegy, szóval van életmentő, ha valaki azt hinné, hogy ez MesterMC copy, akkor ez nem igaz, mert ez a plugin fenn van neten, és nem csak a MesterMC-nél van. Sőt, már nálam is van, ha úgy nézzük, de ez nem MesterMC plugin, szóval senki ne hívjon
kop is gyereknek, meg ilyennek. A másik dolog a treasure chest, magyarul kincses láda, ami pont ez, tehát az életmentő plugin ugye ez, hogy van életmentő. De viszont a treasure chest az az, hogy így időnként kinyithatsz egy ládát, és akkor lesz benne valami. És akkor utána vársz egy kis időt, és újra ki tudod nyitni. És így tovább, és egy csomó láda el van rejtve. Annyira nincsen rejtve, de van, tehát le van rakva. És azokból tudtok, Sky PvP-n található ládából tudtok szerezni aranyblokkot meg aranyat, és azokat... nem itt, nem, mert van dia, és akkor lehet ilyen cuccokat venni. De viszont az aranyat itt tudjátok elkölteni. Én szerintem ez az, aranyblokk. Tehát, hogy el tudjátok adni az aranyrudat is, és akkor jön belőle nektek 50 pénz, egy aranyblokkból pedig 150 jön nektek. OP aranyalmát lehet venni, meg Ender Pearl-t is lehet venni. Nem olyan nagy szám egyébként, mert hogy egy darab, na hát aranyblokk a 150-t ér. És elvileg itt volt egy ugye. Akkor eljövök ide. Akkor itt mennyi, de tele van rakva ezerre. Tehát egy srácok, ez majd meg lesz szólva, tehát nem sokáig van ez a, hogy úgy mondjam, easter egg. De itt lesz még egy kis ideig. Úgyhogy használjátok ki, addig gyertek fel játszani, és nagyon könnyen meg lesz a try rang, a legnagyobb rang. És megéri játszani, tehát hogy... most nem azért, mert a saját szerverem, de... szerintem azért eléggé jó. Szóval ugye a shopkeeperöket mutattam, ezek a shopkeeperek, a kis villagerek, akitől lehet ilyen cuccokat venni, egyedi beállítottságúak. És akkor nézzük is meg, hogy mi van még. Vannak eventek, minigémek, az csak egy warp, viszont nincsen ott minigém, ugyanis kicsit. Hát nem is került olyan jól. Bajok voltak a jogokkal, meg ilyenek. Na mindegy. Aztán még annyit, hogyha halljátok kicsit, hát el van dugulva az orrom, szóval. Ezért ilyen a hangom. A warp TGF-en ugye vannak a dolgok. Elmegyek a warp infóra, ami ez a kis épület, igen, ami ott a távolból látszódott. Elérhető játékmódok, kit PvP, az majd lesz, az biztos, hogy lesz. Én még tervezek plotmate, tehát az a telekrendszer, ami egy csomó kreatív szerverem van. Ki vannak rakva, vagy kik a tulajdonosok, ez már meg van cserélve, szóval nem úgy nézzétek. Most kettő staffot keresünk. Sőt, nem, egyet, csak nem értük ki az egyiket még. Itt a warpok, ugye akkor vannak eventek. Meg ilyenek. És ha több warpot szeretnétek látni, akkor per warp. A szabályzat nem szabad flódolni, károkodni, tisztelni a többi játékost. Ne szint senkit, ne spawnkillelj, ne szint a szervert, inkább áruld el a problémádat. És segíteni fogunk. Oké. Szóval ez így igaz, igen. És akkor ki tudok menni, oké? Jó. Szóval körülbelül ennyi. Most a szerver még túl sok minden nincs rajta, de azért ez sem kevés. Tehát nem sokára fejleszteni fogjuk, fél napon belül tuti lesz már legalább telek vagy kit PvP, az biztos. Nem tudok pontos időpontot mondani, de egy hét múlva már neki tudok állni, mert itt hol leszek. Úgyhogy akkor srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis vlogféle szerver bemutatót. Én Levi voltam a csoport Lootcraft-tól, és sziasztok!